Na nézzük, hogy mi lesz ebből a próbálkozásból. Jól ívelődik a labda, és gól! És gól, megszerzi a vezetést a nyíregyházi Spartakusz együttese a mérkőzés 26. percében. Ehhez persze kellett a védők nagyon rossz helyezkedése, pipogyasága, hiszen ketten is felugrottak a hazai csapatból. És a gólszerző Szokol. És egészen közelről fejel a hálóba, ez mindenképpen súlyos kritika a pécsi védelemre nézve. Íme Abdurrahman is beugrott oda, de végül is Szokol fejéről ment be a labda. Aki egészen fura mozdulattal, szinte háttal a kapunak fejelte a labdát a hálóban.